A vinilből készült mikrobarázdás hanglemez a 20. század egyik legelterjedtebb hanganyag tárolására szolgáló analóg adattárolója volt. Gyártását és népszerűségét az 1982-ben megjelent CD a 90-es évekre szinte teljesen visszaszorította, az ezeret forduló után azonban újra divatba jött. Kerékgyártó Károly számára a vinil sosem ment ki a divatból. Jelenleg 2500 darabból álló lemezgyűjteménnyel rendelkezik, emellett stúdiószalagokat és az ezek lejátszásához szükséges, ma már ritkaságszámba menő magnókat és erősítőket is gyűjt. Régi rockot, a régi nívó zenét, magyarul mondva a lexikonnak az elejétől a végéig. Régi rockok, jazz, magyar ugyanúgy mindegyik benne van, úgyhogy hát sokfajta zenét szeretek. Mikor milyen kedve van az embernek? Van olyan, hogy fáradt, pihenni akar, akkor ilyen dallamosabb zenét. Van olyan, mikor pörög, akkor olyan keményebb rock. Akkor nem megyek el a metálig, tehát metál zenéért nem annyira vagyok, talán a Iron Maidenig elmegyek. Egy ilyen tekintélyes lemezállomány kialakítása nyilván rengeteg időt és utánajárást igényel. Károly középiskolás korában kezdte el beszerezni a lemezeket, valamint a hangtechnikával kapcsolatos eszközöket és berendezéseket. Gyűjtő szenvedélye tehát már több mint 50 éve tart. Ez úgy kezdődött, ennek van egy története, ipari tanuló voltam Pesten, hát akkor még csak szárnyait bontogott ez, 65-66 körül volt, akkor kezdett a Beatles, kezdett a Rolling Stone, utána később egy kicsit a Bee Gees, utána jött a keményebb zene, akkor az Jimmy volt. Hát például nagyon nehezen ment. Az első magnóm egy cseh Tesla volt, egy hordozható. Hát az akkor elég jó drága volt, és úgy tudtunk lemezt másolni, hogy Pesten a Rákóczi úton adták ki kölcsön. Egy napra 400 forintért, az akkor óriási pénz volt. És akkor lemásoltuk, akkor úgy adtuk egymásnak tovább a lemezt, hogy ő neki is meglegyen. Így kezdődött a hobbi. Hát később az utána kialakult, utána, ahogy a rock zenébe jöttek befele együttesek, hát akkor jött a Shadows, Monkeys, meg nem is akarok sorolni, rengeteg zene volt. Akkor utána úgy kezdett az ember szelektálni, válogatott, mi tetszik neki. És minden embernek más a ízlése végül is. Hát kikötöttem a végén, majdnem azt mondom, a Pink Floydnál. Tehát ez egy ilyen, most már számomra egy ilyen megnyugtató, nyugodt zene. Úgyhogy itt a zene szeretet, ennyi van benne. Itt van, például lesz volt. Itt van egy Floyd lemez. Ez most úgy kezdődik, hogy 5-10 ezer között van darabja. Na most az a lényeg, hogy nem utána nyomott, mert mostanában kiadják, még a nagy együttesek mindig kiadják bakelitba, de ez még az eredeti kópiából nyomott. Tehát nem a digitalizált formája. Tehát ilyen árak vannak, és nagyon-nagyon drágák a lemezek. Tehát ez egy Manfred Mann, akkor a válogatás, vegyes, ez szintén egy István a király, közbelt. Na itt, amiről beszéltünk, itt van ez a lemez, amit mondtam, hogy a 70-es évben vettem meg, egy gyönyörű album, kivitelre. Hát belehallgatunk, mert maga a zene is. Hát nekem még mindig így mennek a lejátszás. Látod, mennyi por látszik, hogy rakódik föl.
A lemezgyűjteményben akad néhány valódi ritkaság, ilyen például Jeff Wayne 1978-as Világok harca musicalének dupla lemezes vinil kiadása, melyet ma már szinte lehetetlen beszerezni. 95-ben voltam Ausztráliában, akkor már hallgattam ezt a zenét, a Világok háborúja, és azt tetszett benne, Richard Burton volt a narrátora ennek a zenének, és ez egy olyan kimondottan kellemes, hallgatnivaló zene. És mikor kint jártam Ausztráliába 95-be, akkor egy antikváriumban ráakadtam. $5 vettem meg ezt a csodálatos lemezt, amit szeretnék megmutatni. És ott a leírat, a története. És egy isteni jó zene. A hanganyagtároló akkor teljesítheti be valódi küldetését, ha van mivel lejátszani. Károly a lemez és stúdiószalag gyűjteménye mellett az azok lejátszására alkalmas eszközökkel is rendelkezik. Úgy van, hogy megvan a lemez gyűjteményem, és abból magnóra csinálok egy magam által összeállított listát, és akkor azt hallgatom, na szól 4 óra hosszáig egyfolytában. És vannak jó készülékek, amik tehát a lemezek, a lemezjátszó, a legjobb lemezjátszó az, amit tud leadni hangfalon, még azt se tudja azt, amit egy nagy szalagos magnó tud, mikor rögzíti az ember. Mert vannak például, ami nekünk még itt csúcskategória, az a revox, félsávos. Tehát az a félsávos revox egy magas sebességen a 2 sztereó sávot egybe játssza le, és annak csodálatos hangzása. És az még tudja 20-tól 20-ig. A lemez pedig 20-tól 14-ig tud. Hogy más hang? A nagy gyűjtés meg úgy alakult ki, hogy olyan társaságban dolgoztam, ahol nagyon-nagyon szerették a zenét, és a másik műszerészek között voltam. Volt barátom, aki tudta javítani a készülékeket, mert ezek nagy gondozást igényelnek. Ezeknek gumia kiszárad, tönkre megy benne. Ez az, cserélni kell rajta, de a hangzása viszont csodálatos. És maga a látvány, hogy néz ki még ez a régi készülék, hát ez nem egy műanyag darab. Ez például, hogyha mutathatnék ide, itt megemelünk, ez majdnem 30 kiló egy ilyen készülék. Ez egy oda visszajátszós te, aki egy csodálatosan szól, és annyira stabil készülék, hogy a hangzását, mikor hallja az ember, akkor tudja, hogy hát valahogy így kellett. A zenehallgatás analóg lejátszókon egészen más élményt nyújt, mint a mai rideg digitális eszközökön, melyeken a 21. század embere egyre inkább lebutított formátumokban, legtöbbször csupán háttérzajként, időtöltés gyanánt hallgatja a különböző hanganyagokat. A zenét érezni kell, a valódi zenehallgatáshoz egyfajta átszellemülés szükséges, vallja Károly. Most már a fiatalok úgy hallják a zenét, hogy csak telefonon keresztül. Tehát mink annak idején úgy hallgattuk a zenét, hogy nem csak hallgattuk, hanem éreztük. Tehát nem úgy, hogy a basszus úgy dübög, mint nem, hanem annak valahol az embernek úgy rá kell érezni, hogy kell zenét hallgatni. És különben a legnagyobb élmény mindig fejhallgatón keresztül hallgatni. Nyilvánvaló, hát azok is nagyon drágák, ami az az igazság, mert ahogy mondják, még a mi időnkben a Sennheiser volt a világ legjobbja. Hát abból nekem van bőven, de tudtam egy olyan fejhallgatót venni, ami még a Sennheisernél is jobb. Hát egy ilyen nyugat-német, ilyen student fejhallgató, és csodálatos a hangja. Itt van egy régi készülék, ez a japán készülék, egy dokorder. Ez egy háromsebességes, egy irányba játszó, csodálatos hangja van. Hát mit mondjak róla? Nagyon stabil, megbízható készülék, 3 motoros. Jelzem, 3 motoros. Nem úgy, mint a, mert volt, amit Magyarországon lehetett kapni csúcsmodellt, a kisakai volt. Az 1 motoros volt, azoknak a volt a bajuk,
mikor rögzítettük rajta az anyagot, a vége nyávogott. Tehát ez nem nyávog. Ezen vannak direkt ezek a szallag kiegyenlítők, ez mikor lazul föl, akkor ez mindig utána feszíti a szallagot. Hát egyet róla. A Revox, hát ez a minden. Ezt, amit említettem a előbbi mondatokban, hát ez egy verhetetlen készülék. Úgy hiszem, hogy Svájcban készítették annak idején, hogy gyártották. Csodálatos, erről beszéltem. Hát a másik, ez a Tamberg, ez egy norvég készülék. Hát ők nagyon ott voltak az elején a szalagos magnóv gyártásban. Hát nagyon stabil készülékeket csináltak, és ők kezdték először. Ennek majd meg fogom mutatni a testvérét, egy crossfieldes magnót, ami állítólag elég csendes, és nem sok jelvesztesége van. A szintén a múlt században népszerű stúdiószalagok még a lemezeknél is nagyobb kuriózumnak számítanak napjainkban. A szalagok akárcsak a lejátszók, drágák, ráadásul nehéz őket beszerezni, cserébe viszont olyan minőségben hallgathatjuk rajtuk a felvételeket, ahogy a hangmérnökön kívül senki más. Most olyanok az árak, hogy például sok szalagom van, és nem kapok orsót. Egy ilyen pucér orsó, magyarán mondva, naturba, 5000 forint. Csak az orsó maga, nincs szalag rajta, ilyen árai vannak. Hát most már nehéz beszerezni, de szépek különben. Ezt liciten vettük, a IBF-en vettük, egy német nagy zenésznek a tulajdona volt, és attól licitáltuk át. Úgyhogy így néznek ki. A magnózásnak is az volt a lényege, hogy nem szabadott különböző hőmérsékleten tartani a szalagokat. Tehát ha a szalagot egy ilyen megszokott, hogyha olyan középpárás időbe tartotta, akkor nem szabadott hirtelen bevinni meleg lakásba. Akkor elkezdtek kopni. Akkor kent a magnónak a fejét, kent a görgőt is, úgyhogy akkor tönkre mentek a szalagok. Tehát a szalagnak lényeges, hogy egyenletes hőmérsékletben legyen. Ez egy maranz. Ezt valamikor a japánok gyártották a kanadaiaknak. Úgy kaptam ajándékba, de ott 110 volt van. És itt tekercseltettem meg, és az egyik legjobb, mert dekkerősítő, tehát tuner is van benne, és ez rettentő jó a hangja. Tehát majdnem olyan, mint egy csöves erősítő, nincs zaja. Szikra zaja nincs. Úgy tudom ezt bemutatni, hogy például most csöndbe vagyunk, bekapcsolom. Ennyi a zaj. Tehát ez üzem közben. Akkor sem nincs, nem gerjed, nem normálisan és szépen szól. És teljesen ráadásul quadro. Tehát négy hangfalas ráadásul. Úgyhogy hát alatta vannak ezek már ilyen dekkészülékek, tehát egységből való. Hát úgy van összeállítva, hogy jók legyenek. Hát ott egy pionír nagy erősítő hozzá, az pedig vagy a stadion hangzástól kezdve minden tud, az 5.1 minden benne van, ami létezik, még a mai kornak is megfelelően. Hát meg vannak ezek a, hogy mondjam, tuneros rádió, vagy hogy jó, magas végfokkal. Tehát ez 120-130 watt a végfoka, de viszont ezeknek a súlya még 15 kiló anyag van benne. Tehát nem hajlik ide-oda, nagyon stabil, nem rángatja a távfeszt, hogyha ráhúznak egy kis hangerőt, és nagyon-nagyon jól szól. Mint a legtöbb hobbi, a 20. század hangtechnikájának és adathordozóinak gyűjtése is meglehetősen költséges és időigényes elfoglaltság, amit csak azok érthetnek meg igazán, akik ezzel foglalkoznak. Mégis megéri, hiszen ezeken az eszközökön zenét hallgatni semmi máshoz nem fogható, valódi kikapcsolódás nyújtó élmény, amit nem pótolhat a digitális technika egyik modern vívmánya sem.